Amikor kicsirázott az avarban a kis magonc, az ő kis levélkéjét választották az erdészek jelképnek. Ha megnézitek, itt a karomon láthattok öt kis tölgyfalevelet. Ez az erdész csillag. De nem csak itt látjátok, a hátizsákomon, a nadrágomon, még a gombomon, sőt, még az övemen is erdész csillag van. Meg itt a táblán is az öt kis levélke, mert ez a megújulásnak a jelképe. Tehát faanyagra szükségünk van. A fa az egy megújuló energiaforrás, de fontos, hogy erdőhelyén erdő legyen, erről gondoskodnak az erdészek, ezért lett az erdész csillag az erdészeknek a pecsétjén és mindenhol a jelkép. Petri Láné Barta Enikő foglalta össze röviden, mi az erdészek feladata, és ez hogyan szimbolizálja az ötágú falevél. A Nyírerdő munkatársai az Erdők Hete alkalmából várták az iskolásokat, vagy akár az óvodásokat, azzal a céllal, hogy megismertessék a fiatalokat az erdészek munkájával, egészen a magvetéstől a fa felhasználásáig. Az erdész szakma egy körforgásszerű szakma. Teljesen mindegy, hogy hol kapcsolódunk be a történetbe, a folyamatba, a végén mindig körbeér a dolog, és kezdődik előről. Hogyha úgy veszem, az erdő élete egy kis facsemete életével kezdődik. Először ez egy magonc, egy-két éves csemete lesz, akár itt is kezdhetnénk a kirándulást. Utána az a kis fa elkezd szépen cseperedni, az erdészek nevelgetik, dédelgetik, illetve úgy nevelik magát az erdőt, hogy lehetőség szerint az egészséges és az idevaló őshonos fák kerüljenek hangsúlyba, túlsúlyba. Majd amikor elérkezik az ideje, ezeket a fákat kivágják, az erdész kijelöli, a favágó kivágja, és egy állomáson meg lehet nézni, hogy ezekből a fákból mit lehet utána készíteni. Nem csak úgy a tűzifa lesz, hanem akár ipari felhasználásra is érdekes vagy érdemes ez a fa, és utána megint csak a csemeteültetésnél kötünk ki, tehát kezdődik az egész előről. 2014 óta minden évben megrendezik a programsorozatot, és ennek emléket is állítanak. Akkor egy nagy fa jelképezte az eseményt, a rajta lévő falevelek pedig a résztvevő csoportokat. Egy emberi év 20 fa évet jelképez, így a következő 2015-ös rendezvényen már sok fa csemetét kellett díszíteniük a diákoknak, hiszen a nagy fát ki kellett közben vágni. Ezzel is szimbolizálják az erdő körforgását. Idén ismét egy termetes öreg tölgyfát írtak alá a tanítónénik, közülük jó néhányan már nem először. Mint mondják, ez egy hiánypótló kirándulás a gyerekeknek. Sajnáljuk azt, hogy nincs második osztályban környezetismeret tanítás sem elsőben, és akkor a magyar órákon beszélgettünk most ennek kapcsán, és hál' Istennek egy-egy növényről, vagy az ősszel foglalkozunk az őszi erdő színeivel, állatvilágával, ismeretterjesztő olvasmányokon keresztül, és akkor ez most egy nagyon jó program az áráshoz. Az erdészek az ismereteket játékosan, a korosztálynak megfelelő stílusban adták át, legyen szó a madarak erdőért végzett munkájáról, vagy az erdő ritkítás folyamatáról. Jön az erdész, gondolkozik, akarja a fejét, hogy mi legyen. Körbenéz, meglátja a legmagasabb fát. Ez a legmagasabb fa az úgynevezett hagyásfa. A hagyásfa az erdő legszebb, legbölcsebb, legmagasabb fája, minden fa olyan akar lenni, mint a hagyásfa. Úgyhogy őt nem bántjuk, tehát milyen jelölés fújunk a hagyásfára? Kör. Karikát, nagyon jó. Megyünk tovább. Téged hogy hívnak? Martin. Martin? Hát Martin a versenyben lemaradt, az erdész úgy döntött, kivágjuk. Úgyhogy belőle fakardot készítünk.